Sziasztok! Történt egy kis változás, akit érdekel, meg követi a munkásságomat. Végülis a Peugeot visszakerült hozzám, ez zárójelbe. A Suzuki-t eladtam, a tanulókocsit, és akkor vettem ezt az Opelt még. Úgyhogy majd ezt keressétek az úton, látjátok milyen színű. Szóval azt akartam mondani, hogy és akkor ebből eszembe jutott, hogy milyen kezdőautót érdemes venni egy tanulónak. Friss jogsisnak, mondjuk azt. Ugye vannak fönt a TikTokon különböző videók erről, hogy milyen a kezdőautót érdemes venni, milyen motorú autót érdemes venni, miért kerüljetek nagy évre, melyik az a motor, amelyik ugye megbízhatatlan, melyik az, amelyik örök élet, szokták mondani, mintha nyomorúság, kedvenc szövegem, hogy hogy is szokták mondani, hogy a világból kimegy, csak benzin kell vele. Ezek a másik kedvencem az, hogy mikor hirdetik, hogy csak templomba jártak velem, ilyenek, ezek annyira jók. Na, úgyhogy gyerekek, nincsen csoda. Ha tőlem vesztek autót, akkor jól jártok, az biztos, mert én nagyon vigyázok rá, és nagyon-nagyon sokat költök rá. Az első pici hibánál viszem szerelőhöz, azt már meséltem. De nem mindenki ilyen, ugye ezt a kocsit is egyébként eléggé leharcolva vettem, és megmondom, a frankot ma hoztam el a kozmetikából, és dolgoztak vele, tehát megdolgoztak vele, tehát valószínűleg ott például az ülések, azok most mondja, nem adja vissza, soha életben nem voltak kitakarítva, oldalkárpitok, könyöklő, semmi, úgyhogy dolgoztak vele. Persze én az árát is így határoztam meg, tehát olyan árban vettem, hogy vannak külső hibák is rajta, fényezési hibák, vannak olyan dolgok, ami nem működött rajta, azóta megcsináltattam, mint a klíma, ilyesmi. De sorolhatnám, még most is egy picit egyébként kattog a motorja, tehát egy picit ilyen, olyan, mintha ilyen szelep himba hang lenne, vagy ilyen hidrotőke hang, bocsánat, nem tudom, de azt mondja a szerelőm, hogy szerintem más lesz, mindegy. Ugye Opelem volt régen F-aszra, még be is volt pedálozva, nagyon szerettem, de ezek az Opelek már nem olyanok, mint a mondás, hogy Opel sose Opel, tehát azért látom itt a dolgokat. Például ugye most már nagyon szép szőnyeg van benne, de nagyon nem látjátok, mert sötét van itt a garázsban. De például a kuplunk pedálom jobbra-balra mozgott, vagy 2 centit, felmentem az Astra csoportba. És ott rögtön mondták, hogy hogyan lehet orvosolni. Lehetett hozzá rendelni egy ilyen pedáltengelyt, mert ez egy ilyen persejes műanyag szar. És ugye van vagy 30 centis kuplunk pedál, gondoljátok, hogy milyen nyomaték keletkezik, és milyen erőhatásnak van kitéve az a persely, vagy az a csap, és hát műanyagból gyártották, gyerekek, műanyagot tettek bele a mérnökök, illetve a megalkotók kitalálták, hogy műanyag is elég, és valaki ráállt erre a csoportba, úgyhogy javaslom mindig, hogy amilyen autótok, ha menjetek be a csoportba, sok hülyeséget irkálnak sokszor, de nagyon sok jó dolgot is ki tudtok bele szedni. És akkor én is ott megkérdeztem, hogy van-e valami megoldás erre, és már írták is, hogy 10.500-ért postaköltsége küldik is a fémcsapot, hogy ez esztergált valami, ugye nekem ugye megvan a sok szakmám van, nem fogok mindent elárulni, de például az egyik a CNC programozó technológus. Sokszor mondják, hogy ja, oktató nem érthet semmihez, hát ez csak hiszed. Mindegy, de most ezt hagyjuk. És azt akartam mondani, hogy tudom, hogy ennek a legyártása egyébként filléres dolog, de van hozzá, ki van találva, milyen persely, milyen anya, hogyan kell betenni, mekkora szélességű, vastagságú, tehát minden tökéletes, nekem megért postaköltséggel annyit, a szerelőm berakta, és tökéletesen működik, már nem mozog jobbra-balra a kuplunk pedál, amikor nyomom, tehát nagyon jó. Tehát vannak olyan dolgok, amikkel ugye más nem foglalkozik, engem minden más zavar. Ugye ezen az autón is volt egy pici sérülés a jobb oldalán, vagyis van is egy pici sérülés, nagyon tróger úr javították ki, egyébként ott annyira nem látszik, a tükörből látszik, hogy szép a fényezése. De ott van a régi tanulótábla, azzal kezdtem, képzeljétek el. Na és, de hát azért ez elég gány fényezés, úgyhogy majd itt is, hogyha lesz időm és energiám és kedvem és pénzem, akkor lehet, hogy a két ajtót azért majd újra fényeztettem, mert nem tudom, nagyon gány munkát végeztek rajta. Lehet, hogy csak laksérülés volt, mert nem láttam, hogy levették volna, de azért megcsinálták volna szebben is. Na jó, ezt engedjük el. Szóval milyen kezdőautót javaslok? Hát én rengeteg autón volt, tehát ha követitek tényleg a munkásságomat, látjátok, hogy össze-vissza cserélgetem őket, sokszor bukok is rajta, sokszor sikerül eladnom árába, de a másik jó is, hogy eszembe jutott, hogy mindig mondják, hogy tanulókocsit kivesz meg. Hát gyerekek, egy jó oktató nagyon vigyáz a kocsijára. Látjátok, a Szabó kolléga is tesz fel videókat, hogy hogy kell az ülést, úgy engedi fölemelni, hogy szállj ki, úgy emeld föl az ülést. Minden szar dologra odafigyelünk, minden apróságra. Állóhelyben ne tekerd, mindig vannak olyan problémák, ugye, amik
technikailag problémát okoznak, mert az autóba kárt teszel. A másik van olyan tanulom, és nézi is a videómat, hogy innen is üdvözlöm, aki mindig bezárja a nagykaput, és a kulcssal a kezében nyitja ki az ajtómat. Nagyon szeretem, mert hallom, hogy hozzáér a kulcs, miközben nyitja az ajtót. Tehát ilyen, én ilyenekre is. Aztán azt mondta egy-két oktató kolléga, hogy te vagy a hülye, mint hogy én, hogyha új autóval oktatsz, vagy jó autóval oktatsz, és sajnálod, akkor legalább legyen annyi eszed, hogy kiszállsz, kinyitod a tanulnak, becsukod utána, és kész, és akkor nem karcolj össze. Mert a másik, hogy itt is ugye nekem itt van a garázsfal, és nem nyílik az ajtó csak egyre, látjátok, te tudjátok, kettőre szokott nyílni, egyre nyílik, de ilyenkor, hogyha egy kicsit is szarul állok, be rögtön elkapom a falat. Most már ragasztottam is egyébként ilyen kis védőt az oldalára, hogy nehogy elkapjam. Már kétszer hozzáért a falhoz, pont egyébként nem jött le a fényezés, de láttam, hogy picit megsérült. Úgyhogy ezekre is figyelni kell, hogy a tanuló ráadásul nem nyitja ki csak egyszer, és akkor úgy préselődik be, hogy ami rajta van, táska, nyakör, mit tudom, mik van a nyakbakasztós, valami nem nyakör, minek nevezik ezt, ez a, tudjátok, ezek az oldaltáskák, össze-vissza karcolja, itt jön be, itt a kárpitot lekarcolja, vagy az oldal szigetelést, meg lerúgja a küszöbet, az a másik kedvenc, hogy nem emeli fel a lábát, és akkor érdemes egyébként itt a küszöbre is fóliát tetetni, oda a fémre is, meg a műanyagra is lehet valamit kitalálni. Egyébként majd erre is akarok, hogyha megmarad ez az autó. És akkor ezeket az ajtókat is nyissátok ki rendesen, tehát mi mindenre odafigyelünk, olyanokra is, amire átlag felhasználó egyébként nem figyel. Ugye sokszor azért is van rajta ez a kis védő, látjátok, hogy ne kopjon el a kormány. Most már esztétikai okból tettem fel rá, mert a tulajdonos, az előző tulajdonosnak savas lehetett a keze, úgy, mint egyébként a Peugeot-nál, és elég csúnya, hogy itt meg van maródva. Most is látszik itt is, hogy egy picit meg van maródva. Meg ugye itt a Opel betegség, de nem látjátok, hogy itt a váltószoknyánál egyébként egy picit már a bőr meg van. Ki van egy kicsit öregedve, kopva. Itt is, ha embernek savasabb a bőre, stb., akkor már megmarja, de az is lehet, hogy a vírus idején rengeteg fertőtlenítőt használt, és úgy szállt be a kocsiba, és ugye ezek az anyagok itt megmaródnak, előregednek. De ezek a alkollal ellátott szerek nem tesznek jót egyébként ezeknek a műanyag bőralkatrészeknek. Na, visszatérve, milyen autót vegyünk? Hát oktatótól is lehet nyugodtan, mert nem kell megijedni. De nem ezért készült a videó, hanem kezdőautó. Rögtön ez a srác, akit meséltem nektek, hogy sokan tesznek föl, ne kérdezzétek a nevét, akkor még tudtam. Fiatal, és mindig hangosan beszél, milyen autót, ezt nem szabad megvenni, ez a motor nagyon rossz. Így beszél. TikTokon biztos tudjátok ki, nem tudom, talán valami Berci, talán valami Bertalan, igen. És akkor mondja, hogy az 1.4-es Volkswagen motor például nem jó. Hát nagyon is jó az 1.4-es Volkswagen motor. A régi 60 lovasnak az a gondja, ami ugye kezdőtanulóknak való, mert ugye árban egész jó, elég öreg már, lehet alkudozni, és ha nincs sok kilométer benne, tényleg amúgy tényleg elmegy, hogy szokták mondani, a világból kimegy, az 4-500-et gond nélkül elmegy az a motor. Viszont cserébe nagyon fulladékony, tehát az 1.4 60 lovas Volkswagen motor, amit beletettek Ibizába, régi Fábiába, stb., azok elég érzékeny motorok ilyen téren, hogy a kuplunggal, úgy szoktam mondani, az indulási hajlam nem a legjobb. Tehát indulási hajlam, az a kell a gáz. Apósomnak is volt, hogy amikor fissioks is voltam, és együtt mentünk a Balatonra, és emlékszem, hogy megszenvedtem, én nem volt apósom, és megszenvedtem vele, csak ugye leendő após, és megszenvedtem vele, gyerekek, a kutya bejött és felkapcsolt a lámpa. Megszenvedtem vele egyébként az elindulásnál, főleg, hogy nehogy leégessem már magam, hogy úristen, lefulladok ott előtte. Tehát nagyon kellett taktikázni a kuplunggal. Tehát ezt sokat kell gyakorolni, ha olyat vesznek. Aztán van az 1.4-es motor, ha már a Volkswagen csoportnál tartunk, ami már ugye a 75 lovas, ez tényleg egy nagyon megbízható motor, csak gyertya vagy trafó gondok szoktak lenni. Ezeket 1.4 75 lóerő, nézzétek meg a neten, ezek ilyen 2003-2004-től kezdték egy gyárt, lehet, hogy már 2002-ben is volt, ezek mind benzinesek, és mit tudom én, 2009-10-ig gyártották ezekkel a motorokkal, akár 11-12-ben is látok, de ott már egy picit egy feljavított motorkonstrukció van benne. A lóerőn emeltek egy picit 80 és 86 lóerőre. De ez a 75 lovas motor is egy nagyon megbízható motor, tehát akár Volkswagenben, akár Skoda Fabiában, akár Seatba gondolkodok, egyébként nekem volt ilyen Seatom, csak nekem már az előbb említettem 2008-as volt, és 2008-tól már az erősebb 86 lovas motor tették bele, és az már sokkal-sokkal jobb volt, tehát én sokkal jobban szerettem, garázsomban, ne nézzetek szét. És lényeg az, hogy az már nem volt annyira fulladékony. Ha láttok tőlem videót, azt kézifékes indulót azzal forgattam, és simán alapjáraton elindul bármilyen emelkedő. Tehát meg tudja tartani saját súlyát, és egy picit engedsz a kuplungon, simán felmegy. Nem minden autónak van, benzines autónak van ilyen indulási hajlama. Tehát nincs ilyen indulási nyomaték egy csomó benzines autónak. Tehát kell egy pici kísérőgáz. Amivel nincs semmi baj, de ugye kezdőtanulóknál előfordul, hogy kevés gázt ad neki, vagy túl sokat, ugye ez a másik vélet, hogy felbőg a motor. Jó, tehát ez a 75 lovas is nagyon jó, csak egy picit fulladék.
hatékony, de elvileg még talán megbízhatóbb is, mint a 86 vagy a 80 lovas motor. A TFSI az, amit a srác mondott, csak nem emelte ki, hogy a TFSI-vel vannak gondok az 1.4-es TFSI-vel, de ezt itt se akarok üzletet rontani, szerintem megint felhasználás. Felhasználó függ, hogy ki hogy tartott a karba, mennyire szart az egészre. Tehát én azzal kezdtem, hogy ezt a kocsit is megvettem, rögtön már a vezérlést kérdeztem, hogy kell-e vele foglalkozni, már rögtön váltóolajat cseréltettem benne, a 4 gyertyát azonnal kidobtam benne, megnéztem a légszűrőt, olajat az tényleg valóban most cseréltek, hiszen számla van róla. De nagyon fontos, hogy ugye, ha karba van tartva, az autó meghálálja, és lehet TFSI, lehet akármilyen, ha normális olajjal, és nem küldöd, hidegen, nem hajtod, ha emelkedőn vagy rögtön nem állítod le, stb. Stb. Tehát hagysz neki bemelegítés és lehűlésre időt, ezek tényleg hosszú távon nagyon jól működő autók, tehát nem kell tőlük megijedni. De a TFSI-t én is kizárnám, inkább maradjunk a hagyományos 1.4, 75 lovas vagy 80 lovas motornál. Tehát én nekem a titkos favoritom egyébként a Skoda Fabia például, vagy a Seat Ibiza, Seat Cordoba, ne féljetek a seggétől, 4,30 méter hosszú, akkor mint a Peugeot egyébként a 308-as, de teljesen jó vele manőverezni, mert könnyen fordulékony autó. És tényleg egy egész megbízható kocsi, és ugyanezt a Volkswagen Polóba és ezt a motort tették egyébként. Jó, tehát igazából nagyon meleg, ahol megy a klíma, az üléseket egy kicsit még szárítanom kell, ugye, mert egy picit még nedvesek. Nézzünk mást, még maradjunk a benzinesnél. Ezek a Volkswagen csoportnak az 1.2-es motorja, sokan nem szeretik ezek. Azt hiszem 68 lóerősek, 65 vagy 68 lóerősek, de én vezettem ilyet, és meglepően jó volt. Léteznek ebben ugye 60 lovas, 65 meg 68, de azt hiszem 65 vagy 68, de most ezt valóban nem néztem meg. Nagyon jó kis motorok azok az 1.2-es. Igaz, háromhengeresek, de ugye ezek nem TSI, tehát nem a turbóbenzinesek, hanem a régi szívóbenzinesek, és nagyon jó kis motorok ezek. Sokan írják itt is, hogy persze előfordul gyújtótrafó, gyertya. Ezek legyenek tartalékban, mert lehet, hogy eszik. Nekem a Cordobám, én oktattam vele, hát olyan 80-nal vettem, olyan 50-60 ezeret oktattam vele egy másfél év alatt, vagy egy év alatt. Nekem semmilyen gyújtógyertyát nem evett meg trafót, tehát amikor kellett 10-renként lecseréltem az olajat, és mit tudom, a gyertyát 30 ezrenként, 25-30 vagy 40 ezrenként, nem emlékszem rá, de ezekkel se volt bajom, tehát én ezt se tapasztaltam, viszont az 1.2-es motorra hiába gyengébb, és nem egy ilyen nagy domb, meg tudom én, emelkedő lovag ez a motor, tudjátok, tehát azért itt számítsatok arra, hogy nem fog fölmenni majd az érdi emelkedőn, ötödikbe, öt személlyel, meg nem tudom, teletank, meg telecsomag, tehát csak hogyha meglendíted a kocsit, de ugye valamit valamiért, meg hát kezdő kocsikról beszélünk. De meglepő jó volt a háromhengeres 1.2-es, sokan oktatnak is vele, és ezt azért ajánlom, mert nézem, amikor vagy meghirdetik, vagy csak rákeresek a rendszám alapján, tudjátok, rá lehet keresni, hogy én is, hogy milyen kocsit legyek oktatni, és akkor mindig látok, hogy valaki meghirdet, hogy sikeres jogsi, vagy valami, vagy csak beadja ismerősnek, és akkor van egy rendszám, amire rákeresek is. És akkor, mert ugye én autóbuzi vagyok. És akkor ott látom, hogy 1.2-es motor, és nézem, 555 ezer kilométer is még oktat vele. Tehát nem kell tőle félni, tényleg a karbantartáson múlik. Jó, tehát ezeket tényleg merem ajánlani, nem olyan erős, de hát ne arra vegyétek, hogy minden nap az Alpokba vezessetek vele. Otthoni célra teljesen jó. Rövid távokra ugye benzinesek a jobbak egyébként, de a régebbi dízelekkel sincs baj. Menjünk tovább. Ha már az 1.2-es motornál járunk, megint oktató kollégát is láttam már, hogy az a profilképe 1.2-es Renault Clio, ez nem, van a régi Clio, tudjátok, a kicsi, az a kis Miki egér, aztán van ez a közepes pont, ami kicsit csúnya, de azt mondják, hogy nagyon megbízható és jó kis autó, abban is az 1.2-es nagyon ajánlják, ha jól emlékszem, 70 lovas, 70 vagy 71 lovas, már az új kasznisabb, az újabb kasznis Renault Clio-ba is ezt tették, általában fehér színben van, vagy kombiba is fehér, vagy ez a narancspiros, biztos emlékeztek rá. Ezekbe a színekbe mennek, és hogyha ez benzines, akkor nagyon sok 1.2-es motorral van szerelve, és 70 ló körül vannak, és nagyon jó motor, és mondják itt is, hogy nagyon sokat elmegy, nagyon kibír, nagyon sokat kibír, és nagyon tanulóbarát autó, és aránylag igénytelen a szervizre is, tehát nem kell nagyon, csak tényleg a fő dolgokat, mindig, ahogy mondom, az olajszűrők, stb. Tehát ezt is merem javasolni, most rá is írtam, hogy volt tanulom, mert láttam, hogy az autómosóban meg a profilképe is az, hogy ezzel az autóval van lefotózva, és azt mondja, hogy nagyon nem bánta meg, és nagyon szeret, és nagyon jó vezetni. És tényleg, ha volt ismerős, aki vezetett rajta, és ő is azt mondta, hogy nagyon jó kis autók, úgyhogy szeretik ezt a kocsit is. Jó, ha már a benzinesnél tartunk, akkor én nekem van haveri körömben is, akinek Fiatja van, és én mentem is Fiat Puntókkal,
Én nagyon, nekem nagyon bejönnek a fiátok, bár érdekes, nekem soha nem volt, terveztem, de soha nem jött össze. Sajnálom, hogy újonnan nem vettem meg, én 3 millió hirdették még egy 6-8 éve. 3 millió 90 ezerért ez az 1.4-es, azt hiszem 78 lovas, és nagyon megbízható ez is, és nagyon sokat mennek vele. Siá mondják, hogy franciát, meg fiátot, meg F betűset, nem tudom, mit nem szabad venni, meg Fordot, meg éneket, de nem, tényleg ez is nagyon jó kis autó, és ne ijedjetek meg a fiától sem, kicsit hajlamosabb rozsdásodni, de nem kell tőle tartani. Tehát nézzétek meg, hogy a Fiat Puntóban is van City Servo, kis csajos, könnyű, tehát kezdőknek nagyon jó, tehát, de pasiknak is. Én őt is javaslom, tényleg, tehát én nekem ő is egy ilyen titkos favorit, azt gondolom. Bár nekem mindig a német autókhoz húz a szívem. Na, jön a Suzuki, ugye Suzuki az elnyűhetetlen, tényleg nagyon jó kis autók, annyit kell tudni, a régi Swift nagyon fulladékony, a következő már egy picivel jobb volt, az a vasaló Swift, de tényleg nagyon sokat elmegy, gyenge a karosszériát, tehát ha ütközöl vele, nem az igazi, de hát ugye nem ezért veszünk autót. Viszont a motorja hajtásnál ez a teljesen jó, nagyon-nagyon szeretik őket. Itt is láttam oktatóként ilyen 6-6-700 reket mentek el ezek az 1.2-es, 1.25-ös motorok. Ugye ezek ilyen 92 és az újabbak, a vasaló Swift, meg annak a faceliftes változata már 94 lovas, az egy nagyon jó autó, nagyon jó motorral, a 94 lovas, csak hát annak az ára is horror, mert már ilyen 20, hogy mondjam, ilyen 2 millió 6, 2 millió 9-eket kérnek érte, tehát azért az elég húzós szerintem. Mi van még, amit a Suzuki-ról akartam mondani? Igen, az, hogy elég fulladékony. Tehát arra készítek, hogy mindig tegyetek egy próbát egyébként, hogy el tudtok-e vele indulni, mert nem azt mondom, hogy lehetetlen vele, de aki dízelen tanult, azért kiszállok, az megszenved vele, és nem akarom, hogy benne legyek, és próbáljátok mindig, tehát vegyetek egy ilyen kis, menjetek egy kis kört vele, és próbáljátok ki, hogy milyen vele menni, mert nehogy véletlenül kellemetlen meglepetés érjen benneteket, és akkor csak rajta voltam, és akkor utána esetleg nem tetszik, és megint el kell, hogy ad. Tehát mindenképpen én javaslom, hogy üljetek bele, és próbáljátok ki. Árértékben tényleg egész jók egyébként. Jó, elhúzom. Honda, hát igen, nekem a kedvenc tanulókocsim a Honda Civic volt, az UFO Civic. Amikor kijöttek ezek az autók, soha nem tetszett, egyszerűen ki nem állhattam ezt a formát, ezt az alakot. Viszont ahogy egyre vettem is ilyet, és ahogy ugye mentem vele, nagyon megszerettem. Nekem egy bajom volt vele, hogy ezekre a magyar utakra kicsit feszes a futóműve, úgy, ahogy a Peugeot-csikámnak is. Csak éppen a Peugeot-val az a helyzet, hogy annak az ülései finomabbak, puhábbak, és kirugózz egy picit a feneked alatt, tehát egy picit puhább tömésű, és ugye valahogy az, ebből a vezetési élményből nem vesz le, hogy pattog az úton, mert az ülés egy picit ugye segít neked. És a Honda viszont nem segített, mert nagyon erős volt, nagyon kemény volt a tömése, és én nekem ezért kellett eladni, mert nem bírta a gerincem egyszerűen, tudjátok, azért mi sokat ülünk, meg már is 20 éve oktatok, meg előtt is rengeteget vezettem, meg közben is, meg szeretek is vezetni, meg hétvégén is beülök sokszor autóba. Na és nekem nem bírta a gerincem, így el kellett, hogy adjam, de nagyon szeretem. Egy baj van, hogy a Hondáknak is ugye a rohadás, általában a Civicek azért nem annyira, a Jazzekre jellemző, az egyes Jazzre, az is egy nagyon jó autó, nem kell tőle félni, ha nem rohadt. Viszont visszatérve a Civicre, én azt gondolom, hogy maga a hajtáslánc, a vezetési élmény, maga az egész autó, hát erre visszanézel a parkolóba. Tehát amikor elmész vele vásárolni, tuti, hogy vissza fogsz nézni, hogy szia édes. Tehát nagyon jó autó, és nagyon szép, és jó vele menni, és én autópályán is nagyon szerettem, még az 1.4-esét is. Mondják, hogy úristen, 83 lóerő, mi ez? De mikor a tanulóim vezették, és aki már vezetett is, mind azt itt, hogy 1.8-as motorral van, mert úgy hasított, gyerekek, olyan nyomaték volt benne, én nem tudom, hogy csinálták, illetve tudom, hadsebességes váltót tettek bele, és nagyon jó váltó kiosztás, azaz kis gáznál is ugrik, tudjátok? Tehát nem úgy van, mint a Suzuki, hogy hosszúak a fokozatok benne, és ezáltal forgatnod kell, hogy menjen, tehát pörgetni kell, amúgy nagyon lomha, hanem az, hogy ezt nem kell, mert alacsony fordulat is van a hadsebességes váltó miatt, jó a váltó kiosztás, magasabb fordulatba kerül így a motor, de hát nyomatékosabb, jobban tudsz vele előzni, jó kis kanyar vadászautó. A Suzuki pedig az is megy, nagyon megy, nem kell tőle megijedni, csak ugye azt forgatni kell. Jó, tehát ez az, amit még el akartam mondani a Hondával kapcsolatban, viszont mondom, nagyon jó tudják, hogy jó kocsi, és amikor én 1.5-ért még eladtam itt Szecsőn a boltalomnak, illetve anyukája vezetett nálam, akkor túl olcsón is adtam el, mert utána a Hondák is emelkedtek, és már ilyen 2-2 feleket, meg 3 milliókat kérnek még
8-as generációs, azt hiszem 8-as generációs Civicért, tehát ez a 2007-es körüli UFO Civicért, mert tudják, hogy nagyon jó autó, és megveszik. Az 1.8-as meg aztán már tényleg az egy nagyon jó motor, és tényleg, abban már van kraft is. Jó, úgyhogy ez is egy nagy autó, de a jazzeket is javaslom kezdőautónak. Én tudom, hogy volt oktató kollégám is, rengeteget ment vele, talán még mindig a családjam jár vele, a lánya vagy a felesége, nem tudom. Ez is 5-600 ezreket nyugodtan elmennek, tehát azért rengeteg kilométer. Tehát attól se kell megijedni, a 250 meg 300 van benne, mert a karban van tartva, tényleg jó kis autók. Viszont mondom, a Hondáknak az a bajuk, hogy rohadt, főleg az 1-es jazz, alá kell nézni, tehát nem elég így kívülről megnézni, így, hanem hasonljatok alá, mert azért ott láthattok érdekes dolgokat. Ugye most nem mutatom meg az a Fordomat, van egy 1.6-os benzinesem, én nekem nagyon bejött az 1.6 benzin Ford MK2-es, egyébként ezt majd most el fogom adni, mert ugye így, hogy most megvettem, ez feleslegesé vált. Én nem pedáloztam, mert nagyon szép és nagyon jó állapotú, viszont ez is nagyon jó, nagyon kényelmes. Tehát jó megcsinálta a Ford ezt az MK2-es Focus, nekem nagyon bejön. Én 1-essel is mentem, hogy tanulom, nem is egy több tanulomnak volt ilyen, és megengedték persze, hogy kipróbáljam, ugye, amikor levizsgáztak, és ez is kellemes meglepetés volt. Kényelemre, futóműre, nagyon jó, hogy hát ugye csatolt lengőkaros futómű van, ugye javítatni drága, mint a Honda is, egyébként az is csatolt lengőkaros, nem ez a hamagyományos torziós, de jó mondom, csatolt lengőkaros, ugye? Jó mondom. Az a lényeg, hogy több szilent és több lengőkar van benne, ezáltal egy kicsit jobb a komfortja, meg feszesebb az autó kanyarokban. És lényeg az, hogy nem, a csatolt lengőkar a hagyományos, multi futómű van alatt, ez az, multi. Igen, ez a neve, ez a pontos kifejezés, de így egy kicsit drágább, viszont kényelmesebb. Nagyon jók a fókuszok is. Jó, itt ugye megint az, hogy rohadhatnak alul, alá kell nézni, sokan nem szeretik a Fordokat, de akinek van, az meg istenítés. Tényleg ki lehet fogni fókuszba is kevés kilométerest, kicsit idősebbet, ha nem rohad jó áron, mert ugye ezek már benne vannak a korban, az enyém is 2005-ös, de meg fogom kérni érte az árát, mert nagyon jó állapotban van. Na jó, ezt is kiveséztük. Menjünk a dízelekre. Dízelautók, sokan mondják, hogy rövid távon nem jó. Hát most gondold el, hogy ez a Peugeot mit kap itt rövid távon, a pirosom, amikor ezzel rutinozok, meg Szecsőn belül vezetünk, meg egyes alapjárat, meg tolatunk, meg kézifékes induló, a városban is szüttyögünk ott bent. Néha megyünk pályán, Dolce forgatjuk 2000 fölé, tudjátok, 2005-nél már éri a 130-as tempót, mert ezek lejjebb mennek, tehát ezért tulajdonképpen nincs kikokszolva, nincs kiégetve, és bírja. Mi a titka? Mi a titka ennek az autónak? Hát az, hogy nincs benne részecske szűrő, ugye, és a részecske szűrő nélküli autók bírják. Ne nézzetek ott szét a kerítés mellé, mert most a kerítet a Peugeot is kidobáltam mindent belőle, de majd mindjárt kiviszem a kukába. Még ugye, mondom, meg sem ezt a videót még besötétedik addig, aztán még belül ki kell takarítanom, meg porszívóztam, meg kiporszívóztam, mondjuk át kell törölnem az ablakokat, ugye holnap forgalmizsga. Úgyhogy erre figyeljetek, ha rövid távokon mentek, akkor én részecske szűrő nélküli autót vennék. Ugye ez a Toyotáról nem beszéltem, ugye a Toyotának az 1.4-esben is van olyan, amiben kezdtem 2009-ig gyártották, ez a D4D, amiben nincs részecske szűrő, utána már van kicsit kényesebb, de ettől több függetlenül nem kell tőle megijedni. Az Arunámban is van, oktattam bele, hát néha kiírta, hogy DPF problémám van, ki kellett menni autópályára, aztán kicsit megszaggatni, tudjátok, kicsit fölemelni a hőfokot, kicsit hármasba hagyni, négyesbe hagyni autópályán, kicsit jobban megforgatni, fölment a hőfok, az olajhőfok, és egy kicsit ugye kiégett a rendszer. De ugye magától is tud regenerálni, mint ahogy a 7-es Golfom is regenerált. Jó, tehát igazából erről ennyit. A Toyota 1.4-es benzin, 1.3-as benzinmotorja nagyon jó, én azt a 99 lovas nagyon ajánlom. Egy gond van, ahogy olvastam a fórumokon, hogy 0-20-as olajjal kell működtetni, és sajnos ez sok tulaj nem tudta, és beletették a 5.30-as olajat, és állítólag ez hosszú távon kicsinálja a motorblokkot. Nem akarok üzletet rontani, nézzetek ennek utána, de én ezt nagyon megnéztem ezt a dolgot, mert ugye pont amikor eladtam a 7-es Golfomat, én ezt akartam venni, és akkor a Suzuki-ba beleugrottam, a Swift-be. Ugye nekem már ez egy 4 éves autó volt, ez már a lágy hibrid, az is nagyon jó kis kocsi, az indulási hajlammal van gond, de nagyon ajánlom, ha ennyi pénzt rászántok. Azért ez 3.5-től indul ez a legújabb hibrid Swift, ugye használtan is 3.5-től, de nagyon jó kis kocsi. Viszont mondom, próbáljátok, hogy tudtok vele indulni. Cserébe eszik ilyen 4-2, 4-3, 3-8, attól függ, hogy taposod neki. Persze lehet 6-ot is kihozni belőle, mielőtt itt odaírja valaki.
Ugrálok a témák között. Jó, és akkor a dízelét megbeszéltük a Toyotának is. Hát én nagyon megint a Volkswagenre, én nekem az jött be, ugye több Volkswagenem volt, vagy Volkswagen motoros autó, mint a Seatom is, de én nagyon szerettem még az 1.4-es PDTD-t is, abban sincs részes keszűrő, olyan, mint a fiam Skodája, cserébe, ugye én ezzel oktattam egy ilyen Ibizával 10 évet, cserébe zajos, mert háromhengeres dízel, nincs benne részes keszűrő, nagyon igénytelen motor, ilyen hangja van. Hát egy kicsit be is jön a fülkébe, ugye a Fabia az annyira nincs leszigetelve, annyira nem figyeltek oda, mint mondjuk a Seatomnál, érdekes, sokan nem szeretik a Seatot, vagy azt mondják, hogy rosszabb, de nem, szerintem sokkal jobb, és a zajszigetelésben és a motor leszigetelésében is valahogy jobbak a Seatnál, nem volt ennyire zavaró benne a hang, mint a Skoda Fabiába. Viszont ez is egy nagyon kevesebb fogyasztó és nagyon tartós motor, sokan azt hiszik, hogy három hengen az nem, nem, ebben az 1.4-esben tényleg higgyetek nekem, most is oktatnak vele, van a TikTokon is rác, azt hiszem egy Skoda, nem tudom, Roadster talán, azzal oktat, és ott kék színű, és teljesen jó kis autók, nem kell tőle megijedni. Hát az örök kedvenc az 1.9 TDI, tudjátok, a régi 90 lovas, vagy a 110 lovas, ez a változó geometriájú turbot tettek rá, és ez már 110 lovat kiprésel magából. Ugye ezek ilyen 95-ös A4-esekben van, mit tudom én, 4-es golfba, talán 5-ös golfba is tették még. Jó, most hagyd ne soroljam föl, nagyon sok autó betette a Volkswagen, tehát a koncernen belül szerepel több autójukba. Ez a 90 lovas is tényleg egy örök élet, de nagyon ritkán találsz olyat, amelyikben kevés kilométer van, vagy amelyikben kevés van, és jó alapot, ott megkérik az árát. Most majdnem vettem egy ilyet egyébként, le is mentem Szegedre megnézni, egy 2-3 hete még a Suzuki-mmal. 1.6-ot kértek érte egy 4-es golfja, gondolom őszintén, meg is vettem volna homakulátlan, de gyerekek, ez kicsit megzavart a zaj, tehát megint az vagy visszatérünk el az 1.9 TD-re, és akkor adtuk a gáz neki, váltottuk a kettest, jaj, egy kicsit zavaró volt az hang, most a hang a Peugeot se hang, de azért ez nem tudom, ez, ja, és büdös volt, mert ugye itt az EU besorolása nem mindegy, EU4-es, EU5-ös, EU6-os, tehát amikor rutinozok vele, vagy kitolatok, vagy tanulóval leengedett ablaknál rutinozok, meg elindulunk vele, meg járatom, tudjátok, nyáron, mert jön a vizsga, biztos, mert mi is szünetben nem állítjuk, hogy a klíma menjen. Hát gyerekek, azért ez a büdös bejön, mert hiába, hogy föl van húzva, érzem a kifogás. Nekem ez nem. Ezért nem vettem meg, de egy nagyon jó motor az is. És akkor, amiről beszéltünk, az 1.9 TDI után jött a PDTDI, ugye itt is azért megosztó a dolog, hát higgyetek nekem, az egyik legjobb motor. Van ebbe 131 lovas, meg van ugye a 105 lovas vagy 102 lovas, teljesen mindegy, mind a kettő nagyon jó. Azt mondják, hogy én úgy tudom, hogy 2004-ig szabad ezeket megvenni, a 131 lovast azt később is, amit gyártották, a 105 lovast azt mondják, hogy 2004-ig, mert utána úgy tudom, hogy könnyítettek a főtengelyen, de hallottam olyat, hogy 2008-as 1.9 PDTDI 105 lovas is elment ilyen 6-8 ezer taxiként, vagy nem is tudom, futárautóként, úgyhogy itt is lehetnek csodák, meg gondolom ez is megint felhasználó függő. De én a 2004-ig, és ezt nagyon jól tudják a tulajok is, hogy a 2004-ig legyártottak nagyon jók. Az tényleg olyan, hogy ott azt nagyon oda tették a németek, és valóban olvasok olyat, hogy 1 millió kilométert is képes elmenni a motor. Na most ugye nem arra fogod vele, hogy 1 millió kilométert menjél egy autóval, de azért az nem baj, ha több százer kilométert kibír gond nélkül. Úgyhogy nekem az egy titkos favoritom. Ha nagyon sok pénzem lenne, akkor egy ilyen régi B5-ös vagy B5.5-ös Passatot vennék egyébként, vagy esetleg egy Golfot ezzel a 105 lovas 2004-es gyártással. Nagyon jó motor. Persze meg is, ez is, sokszor mondják, hogy a németek, a gyerekek, sokszor azért nem vettem meg autót, a német behozott autó volt, németektől, mert betartották a szervizintervallumot, és amit írt a gyártó, hogy 30 ezer, vagy 25 ezer, vagy 20 ezer, és akkor cserélt az olajat. Sőt, volt olyan, hogy nézem, hogy 28 ezeret elment a 25 ezeres, vagy a 20 ezeres cikluson elment 24 ezeret. Hát, onnan nem szívesen vennék autót akkor. Tehát én azt gondolom, hogy egy olajcsere legyen meg 8-10 ezer kilométerenként, főleg, ha hidegen jársz vele, keveset mész vele, rövid távon használod. Tehát ugye az olaj elhasználódik. Valamelyik autó, mint ez az Opel, és kiírja egyébként, hogy hány százalékon áll az olaj, és akkor illik cserélni, amikor már látszik, hogy elhasználódott. Ugye évente úgy is illik kicserélni, de hogy valaki ezen spórol, megvesz egy autót újonnan, és 25 ezerenként viszi olajcserére, meg 30 ezerenként, hát az megérdemli. Onnan nem vennék autót. És ez a gonda az újabb Kiákkal is, meg a Hyundaiokkal is, lehet, hogy le fog egyébként, akkor csak egy második részt. Hogy ott is az a gond, hogy a csereperiódus betartották sokan, hogy 25 meg 30 ezer, és utána most nézem itt az NS Autoservice oldalán is, nagyon szeretem egyébként őket,
hogy vagy bármilyen autószerelő megnézhettek, hogy, hogy gyerekek, hogy a szerviz intervallum elhúzása, tehát kitolása, hogy nem 10 000-enként vagy 15 000-enként vitték el, károsította a motort, és egyszerűen olyan problémákkal szembesülnek 180-200 000 kilométernél, ami ugye gyalázat. Úgyhogy biztos, hogy ez is számít, hogy milyen körülmények között használtad, milyen olajjal, ugye ez sem mindegy, hogy mit tettél bele, hogy szart tettél vele a gyári specifikációit, az nem mindegy. Nagyon fontos, hogy mindig, ami a szakkönyvben benne van, a szervizkönyvben, ugye vannak különböző kódok, azoknak meg kell, hogy feleljen. Vagy beleöntesz valami szar gadi GM olajat. Jó, tehát ezekre figyelni kell szintén. Úgyhogy egyébként dízelben azt is tudom ajánlani, és ugye azokban még, ha jól emlékszem, nem volt részecske szűrő. Ugye a Volkswagennek jött utána az 1.6 CR motorja, meg a 2000-es CRT DS 2009-től. Ilyen passzátom is volt, B6-os is, meg B7-es. Nekem a B6-os volt az egyik kedvenc autóm, ha nem rohadt volna. Bár nem rohadt, csak pici feletti rozsda volt egy-egy helyen. De én egy kicsit durvának tartottam, hogy egy megvigyázott autó és pereg le mondjuk a díszlész alatt, egy picit láttam, mert hol jogosodik a festéke. Kicsit ez engem zavart, de ettől függetlenül az egyik kedvenc autóm volt az a 2000 CRTDI. Ez már 140 lovas és azt hiszem 320 Nm. Ez már egy modernebb dízelmotor, ez sem nagyon szereti egy helyben állást, hogy csak itten gurulgatunk a faluba vele. Ez ugye családi autóm volt, de ugye regenerált rendesen és nem kellett vele foglalkozni. Nagyon jó kis autó. Ugye minél modernebb, ugye az EU besorolás miatt kell az, hogy ugye károsanyag kibocsátás ugye kevesebb legyen, és ugye részecske szűrővel látják el, meg nem tudom, visszavezetés van, tudjátok, kipufogás visszavezetés, mindenféle szarral próbálkoznak, hogy ugye tudjuk teljesíteni a normákat, és ezáltal egy kicsit lomhább lesz, meg egy kicsit ugye így szervizigényesebb, és akkor ugye lehet részecske szűrőket cserélni, lehet valamelyik AdBlue folyadékos, ugye ezekkel fel kell tölteni, de most ezekben nem megyek bele, mert még mindig jár a kamera. Milyen dízel van még? Valaki esküszik egyébként a Fiatnak a dízelére, azt a Suzuki is használta egyébként, a régebbi SX4-be tették be, ott is nagyon sokat elment egyébként, ezek 120 lóerős 1.6-os dízelek, a Hondának is nagyon jó az 1.6-os dízel, ezt tegyük hozzá. Sőt, ugye a 2.2-es dízel is, ugye ez a Honda Civicnek ugye a jó kis 2.2-es motorja, ezt is tudom ajánlani, de ezekben én szerintem sokkal leharcolt ez az én véleményemben a 2.2-esbe. Nagyon nézitek meg, hogy mit vesztek meg, de nagyon jókat írnak róla egyébként. Az is egy igénytelen motor. Milyen dízel van még? Ugye a Fiatot most említettem, ugye a Suzuki-ba is betették. Tulajdonképpen ennyi. Ja igen, az 1.6-ra visszatérve, hogy ezek a 6-os golfoktól kezdték el az 1.6-os motorokat, CRTD-ket szerelni, vagy gyártani, ez ilyen 2009-től, azt hiszem, most ezekben milliméter pontosan nem vagyok biztos, de tudom, hogy 2009, 10, 11, 13-ban ezek az 1.6 CRTD motorok állítólag rengeteg taxit vettek, Skoda, várja, nem teszem be, nem a Scala, hanem előtte volt a mindegy, nagyobb, mint a Fabia, de teljesen betették Fábiába is. Ezek nagyon jó motorok, tehát úristen ez az 1.6-os motor. Ugye 6-os golfban rengeteget tettek. Van olyan kollégám, aki ilyen 600-700 000-nél jár oktatásba, képzeljétek el. A 6-os golfnak az 1.6 CRTD motorjával, ez egy 105 lovas. Ha emlékeztek, nekem volt egy fekete, egy-két videóban rajta van egy 7-es golf, az ugyanúgy 1.6 CRT, de az már 110 lovas. Nem tudom, hogy az mennyire tartós, vagy tartósabb-e, mint a 105 lovas, de a 105 lovasnak már van múltja, ugye, mert már idősebb, és rengeteg kilométert elmegy ott is, hogyha karba tartottad. Nagyon jó motorok az 1.6 CR motorok. Van fönt a YouTube-on is, meg a Facebookon is, hogy átfordult az óra, mit tudom, 1 millió kilométer van már benne. Tehát félelmetes. És van, kétszer cseréltek, háromszor kuplungot, még valamelyiken csak egy turbót cseréltek. Tehát ez egy gondolat, ez 1 millió kilométerről beszélünk. Ugye sokan német autó ellenesek, azok ezeket nem fogják megérteni. Mi meg ugye, mi ebbe vagyunk, ugye minden kolléga mással oktat, és mi ugye tapasztalatokat gyűjtjük, szívjuk be a tudást, meg ugye az infót. És ugye ijasztal egyébként sok jót nem hallani, de én ezt nagyon jó áron vettem, és megmondom őszintén, hogy most fogják pedálozni majd csütörtökön, és következő hét szerdán már vissza műszakira, remélem átmegy, oktatóin, és akkor tudok vele majd mozogni.
könnyű kezelni egyébként, azért vettem meg, egy kis nagyon, nagyon kezesnek tartottam. Gondolom a fogyasztás az majd egy az csillagoség lesz mondjuk egy Peugeot-hoz képest, egy 1.6 HDI-hez. Ja igen, és akkor nem beszéltem az a Peugeot-ról, gyerekek. Hát a HDI motor, ugye ezt teszik bele a kis Peugeot-csikába, meg ezt teszik bele a Fordba, meg ezt teszik bele a nem is tudom még melyik autóba. Lényeg az, hogy ebben van 1.4 HDI, 1.6 HDI, részecske szűrővel is oktatnak vele, tehát ez 2009 utáni autóval is, ott már emelkedett egy picit a lóerő, a 90 lovat fölvitték, azt hiszem 102, meg 116, 117 ló, valami ilyesmi. Nagyon jó kis motorok, nem azért, mert nekem ez van, hanem azért, mert tényleg jó. Oktatók is, akinek egyszer volt már ilyen 308-as, azt látom, hogy ugyanilyen, ne nézzetek szét a kupiban, mert nekem ez egy garázs, ez egy műhely, látjátok, itt csavarok, minden ledobálva, majd egyszer rendet teszek, és akkor csinálok egy olyan videót is. És gyerekek, nagyon jó a HDI motor, nagyon igénytelen, tényleg, komolyan oda kell figyelni az olajra, néha egy kis prémium olajat tenni bele, gázolajat, meg néha egy kis spuri keveréket, tudjátok, ez a spuri adalék, és akkor ugye a sok helyben járásnál egy picit azért tisztább égést biztosít. 1.4 HDI, ez 206-os Peugeotba is betették, nagyon jó kis motor, tehát tényleg nagyon szeretik. A 206-ost annyira nem ismerem, de van itt Szecsőn egy olyan, ugyanilyen bordó, mint az enyém, csak 1.4 HDI és 206-os, az is valami fél milliónál, vagy 550 ezernél jár az autó, és rengeteg helyben járás van benne, és az egész család használja. Tehát nem kell tőlük megijedni, nagyon merem ajánlani, próbáljátok ki. És ami a Peugeotnak kimondotta jó, ami jól áll neki, a Peugeotcskámnak, hogy bírja a helyben járást. Tehát tényleg ez egy nagyon-nagyon jó, és nem eszik. Tehát ilyen négy felekkel, vagy legyen 5 liter. De tényleg én oktatásban, ugye vegyesben ilyen négyféle járok vele. Tehát tényleg nagyon jó kis autó. Úgyhogy ezt merem ajánlani, hogy még egyszer mondom, a Fordokba is ezt teszik bele. Az újabb Fordokat már nem tudom, tehát ott nem tudom, hogy mikortól jó, de ott is Fiesta-kkal oktatnak 1.5-ös, azt hiszem 1.5-ös lett már egy idő után az 1.4-esből. Az már talán Ford fejlesztés, és az is nagyon jó motor. Tehát ott is oktatók mondják, hogy ilyen félmilliókat elmentek vele, viszont lehet, hogy már igényesebb egyébként, hogy ne járjanak vele sokat helyben, tehát kell a hosszú táv is. Na jó, mindent elmondtam szerintetek így autókról. Úgyhogy mondom, én kezdőautónak biztos, hogy ilyen 1-2-es motor körülbelül, nem kell 6-8 ezer forint maximum, persze valakinek nincs annyi pénze, akkor egy leharcoltabbat fog venni. Persze a régi, nagyon nagy kedvenc a fiatalok körében a 4-es Golf, ott is nagyon sok le van rúgva, de amúgy nagyon jó kis autók, nekem nagyon bejönnek egyébként a 4-es Golfok. Az 5-ös Golf az már egy lényegesen jobb autó, méretben is, de nekem megvan ez a retro feeling a 4-esben, nagyon tetszik, sőt nekem a 2-es is tetszik, ugye faternak volt 1-es Golf, nem is egy, én tulajdonképpen friss oksival azt kaptam tőle egy 1.8 benzin 1-es Golfot, ment mint a veszedelem, nagyon jó volt, könnyű kaszni, nagyon szerettem, de hát ezek már szét vannak rohadva, nagyon keveset találsz, ami jó állapotú, vagy hát ugye megkérik akkor annak is az árát. Úgyhogy mondom, én ilyesmiben gondolkodnék a helyetekben. Remélem nem hagytam ki semmit, úgy a kocsik, biztos egy-két márkát nem említettem, mert vannak ezek a D-Book meg ilyenek. Egyébként ilyen meglepő, hogy 1-2-es motorokkal azok is, vagy 1-4-es motorokkal is, tök jó kis autók, mert ültem már olyanba is, tehát tanulónak, első autónak teljesen jók ezek is a D-Book, ráadásul ilyen 350 ezerektől már utánad vágják, lehet, hogy már az is emelkedett, de azok is kezdő kocsinak szerintem nem rosszak. Én azt mondom, hogy inkább vegyetek ismerőstől drágábban, vagy kevesebb kilométeres és öregebbet, mint hogy fiatalabbat, visszatekert kilométerre, vagy behozott kocsit, abba sincs baj, mert sokan nekem is valami behozott. Nem kellett megijedni, de azért egy ismerőstől inkább tegyetek rá egy picit, tudjátok, hogy jó helyen volt, garázsban volt, karbantartotta, megvan esetleg egy csomó karbantartásról a számla, vagy a blokk, vagy tudja, hogy melyik szerelőhöz hordta, el tudja mondani, ismeritek. Én inkább ilyentől vennék autót, még ha drágább is, de kevesebb kilométeret is lehet, hogy kapsz, öregebbet, viszont tényleg kiszolgál benneteket egy pár évig. Jó, hát vannak akkor még a G-Astrák, ugye tudjátok, az F-Astrával már nagyon keveset kaptok, jó állapotú, de a G-Astrával is mentem. Én nekem az is bejött, bár sokan azt mondják, hogy rengeteget kell rájuk költeni, már az 1.4-es is azt mondják eléggé szervizigényes, de van olyan, aki azt mondja, hogy nagyon jó az a kis 90 lóvas motor. Úgyhogy hát döntsétek el, lehet, hogy nem tudtam segíteni, vagy lehet, hogy csak egy kicsit inkább kételyeket tettem egy-két emberbe, meg majd gondolom jönnek a kommentek, hogy hülyeséget beszélek. Ez mindig elmondom, ez szubjektív, ez a saját véleményem. Az én tapasztalatom, 50 autó már biztos, hogy volt. Ugye nagyjából tudom, hogy mi az, ami jó kocsi, és mi az, amiről jókat hallani, meg mi az, amire nem kellett költenem, stb. Ugye valamelyikkel rengeteget mentem, de még egyszer mondom, az 1.4 TDI, PDTDI, ami az én Ibizámban volt, gyerekek, fú, azt mikor elvitték, én hülye voltam, hogy eladtam, 400 valahány ezer alattam el, de múltkor láttam Ceglédon, egyébként még szalad,
nem olyan sok az a 400, de nem is kevés, de azt majdnem végig oktatásba töltötte, nagyon jó kis autó volt tényleg. Azon kívül, hogy remeg, mikor indulsz, mert ugye a háromhengeres motor az egyenletlenül jár, ugye nincs benne kettős tömegű, tényleg a kettős tömegűt nem említettem, ugye a kettős tömegű is hiba forrás, a modernebb autókban van kettős tömegű kuplung, ami annyit jelent, hogy ugye finomabb járást ad, cserébe, ha a kettős tömegű meghalakó zsebben nyúlós, ami nekem volt fekete Golfom, azt tulajdonképpen azért is adtam, mert erre ezekre az utakra sajnáltam 4,5 milliós autót, meg a kettős tömegűtől féltem azért, hogyha az, tudjátok, alapjáraton, meg lefullasz, ádobod a kuplungot, de az nem tesz jót a kettős tömegűnek, és az zsebben nyúlós, az munkadíjjal együtt, javítással együtt, az anyagköltséggel együtt lehet akár 1,5 millió, de lehet, hogy még több. Úgyhogy nem játék, meg ezek a modern autók szerintem nem annyira jók oktatni. Túl finomak nektek, túl precízek, volt, aki azon vezetett, volt, aki az Arónámon vezetett, és nem szerette, mert hogy túl finom, ezért szeretik a régi Peugeot, kicsit ilyen nyersebb, kicsit pasisabb, de érezni, hogy bírja a gyűrődést tényleg. Nekem ez a Peugeot is, ez egy nagyon kellemes meglepetés, ha nem vettem volna vissza a volt tanulomtól, aranyos volt, mert visszaadta nekem, de most ebben nem megyek bele, akkor valószínűleg egy ugyanilyet vettem volna, ugyanezzel az 1.6-os HD dízel motorral. Ami jó állapotú, az 2 millió, tehát 2-től vagy még több, és inkább több. Fölment ennek is az ára, ugye minden használt autónak tulajdonképpen, de ez egy jó kis konstrukció, én nagyon szeretem. Kicsit pas is vezetni, kicsit tolja az elejét, kicsit kapaszkodós a kormány, nincs túlszervózva. Ehhez képest azért egy Fabia sokkal fordulékonyabb, sokkal csajosabb, sokkal könnyebb kezelni, de én ettől függetlenül nagyon szeretem. Tanulók is szeretik egyébként. Amikor beülnek, annyira nem, aztán amikor háromszor ezzel megyünk Gödöllőre, akkor is mondjuk negyedszerre másra megyek, akkor kérik vissza a Peugeot, hogy hát már megszokták, meg tényleg jó kis kocsi. Persze ez is számít, hogy mind vezettél. Ugye van olyan oktató, nem kollégám, csak kolléganőm, csak látom, ugye a Facebookon beadja, vagy volt videónk, ugye rólam is készült videó, még a Pető Attila készített videót, és ott is megnéztem egyik oktató kollégát is, talán ki is posztolta meg lehet, hogy az oktatói oldalon kiposztolta, hogy amilyen autóval ment a tanuló, aki megteheti, vett ő is egy ugyanilyen Honda Jazz példa, ez a kettes Jazz, tudjátok. Ez is nagyon jó, hogy csak kettes Jazz, gyerekek, de nagyon horror lett az ár, hogy 3-3,5-től kezdődnek, és ezek azért már 10 éves autókról beszélünk. Szóval vannak árak, de az is nagyon jó kis kocsi, akár az 1-2-es benzinmotorral is nagyon jók azok a jazzek. A kutya iszogat. Úgyhogy ezektől se kell félni, nagyon jó kis autók egyébként a kettes jazzek. Hát titkos vágyam volt az utolsó előtti jazz, tudjátok, az utolsó előtti, pontosabban annak már van egy faceliftese, az már ilyen e-Honda jazz, tudjátok, ilyen hibrid rásegítés van benne, tehát hibrid az autó, de azt hiszem a 3-as Honda Jazz, amit 2015-től gyártottak, vagy 16-tól, azt nagyon szerettem volna, tehát egy olyat, de voltam bent Honda kereskedésben, olyan bunkó volt a csávó, akkor pont a Hondával oktattam, hogy nem vettem, és úgy felhúztam magam, hogy nem is néztem többet azt a Honda Jazz-t. Tehát oké, hogy nem mentem oda Rolex órába, meg Armani öltönybe, meg nem tudom, oda mentem szerény oktatóként, ugye odaálltam a tanulóval voltam, odaálltam a UFO Civic-emmel, és én megmondom őszintén, hogy nem kellett volna hasra esni, meg piros szőnyeget leteríteni elém, de nagyon rosszul esett, hogy én azt gondolom, ha én egy Honda kereskedésben dolgozok, és oktatnak egy Honda Civic-kel, az a minimum, hogy kimegyek, köszönök a tanulnak, megnézhetem, milyen, talán még ki is próbálom, ez én vagyok, tehát ha én kereskedő lennék, akkor ez ilyen lenne. Rábiccentett, aha, majdnem azt mondta, hogy ki azt érdekel. Tehát kb. Ez volt, és akkor kérdeztem egy-két dolgot róla, ilyen tőszavakba válaszolt, pedig 4 millió 1 vagy 4 millió 2 lett volna az autó, tehát nem kevés pénz, de gondolom akkor ment a szekér nekik, tudjátok, most remélem majd nem megy annyira, és akkor ugye úgy voltak vele, hogy teljesítették már az éves eladást, ki a szart érdekel, egy oktatói kedvezménye, ugye, tehát azt pláne nem szeretik, de nem értik, hogy reklám, tehát nem értik, hogy ez egy hatalmas nagy reklám, hogy milyen autóval mész. Na mindegy, ez az én véleményem. Én biztos, hogyha kereskedő lennék, akkor én egy kicsit az oktatókat másképp kezelném, főleg aki videókat készít, mert ugye azért ezek nagyon sokat befolyásolják az embereknek hogy milyen autót választ, tehát ez nem mindegy. Na mindegy, és akkor így az a lényeg, hogy nem vettem Hondát, pedig mondom, az nagyon közel álltam hozzá, és valószínűleg azzal oktattam volna sokat, mert ugye az egy nagyon megbízható jó kis autó, és ugye ha már megveszi az ember 4 millió fölötti összegért, akkor azért azt dolgozni kell, vagy kitermelje az árát.
Na, túlregéltem a dolgokat. Ha valamit kihagytam, akkor majd a kommentekből kiderül, és akkor megbeszéljük. Jó? Nem szeretnék vitát, megint nem szeretném az okosakat, olyanokat se akarok hallani, mint itt a... Nem is tudom, melyik volt itt, amit feltettem. Támcsapágyas dolog. Fú, gyerekek, olyan hülyeségeket beszéltek az emberek, de hát ez van. Most nem megyek bele, kész valakinek. Ez a vélemény másnak meg az. Az autók is által mindenki a saját autóját szereti. Én, ha akarjátok, én készítek a Suzuki Swiftről is olyan videót, ami nekem volt, ez a fehér, ha láttátok. Ugye ez az utolsó Swift, most már ennek is van a faceliftje, a legutolsó, de mit tudom én, 2017-től gyártottak, hogy elmondom az előnyét és a hátrányát. Nagyon jó kis kocsi volt, mert sokan Suzuki-sok, meg sokan mondhatom csúnyán Suzuki buzik, és azok ugye nem tud megmagyarázni, hogy a Suzuki az is egy autó, meg mondjuk a Peugeot is egy autó, ő Suzuki kész, arra esküszik, az a legjobb autó. Meg a világból kimegy, jön a hülye duma, de nem, higgyetek, hogy annak is, higgyetek, annak is voltak negatív dolgai, amiket már tapasztaltam, hogy az előző tulajdonos elmondott, meg a fórumban is olvasom, tehát azért fogom a fejemet, hogy mondjuk a fényezés az milyen szar például. Tehát van ilyen is, de ettől függetlenül egy nagyon jó kis autó, tényleg, tehát aki megszerette és akinek, hogy mondjam, az igényét kielégíti, nekem is, ha nem tudtam hova tenni a pénzemet, akkor ugye megtartottam volna, mert elszaladgálni nekünk is, tényleg két személynek, három személynek, nagyon jó kis autó. Tehát merem ajánlani azt is, az indulási hajlamra egy kicsit ugye rá, akinek jobb a kuplung technikája, jobban oda tud figyelni, de nagyon jó autó, mert ha elindulsz vele, onnantól kezdve nagyon élmény vele menni. Tényleg nagyon jó kis cirkálod, kis kanyarvadász, lentűz, nagyon jó volt. Van egy pici szélérzékenysége, de ez is, hogy lementem vele Szegedre az első 50 kilométeren nagyon zavaró volt, aztán úgy megszoktam, hogy hazafelé már észre sem vettem, és nem mondom meg, hogy mennyivel mentem már hazafelé, vagy jöttem már hazafelé, de nagyon jó kis autó az is, tehát tényleg azt mondom, hogy tudom ajánlani, csak hát ugye első autónak azért nem javaslok mindenkinek 4-5 milliós autót, de ha azt veszed, akkor vigyázz rá, kész, ennyi. Csak az a baj, hogy sok